Sziasztok, Szöcsi vagyok, és ez itt a GFF. Majd olyan játékot fogok nektek bemutatni, ami, hogy is mondjam, már tényleg egy igazi kultusz lett. Ez a Mesterlövész, ezt én eleinte Freddy D-nél láttam a Rossz PC játékok sorozatnál, és már ezzel a videóval kifejezetten megnyerte a tetszésem, és láttam, hogy maga a játék igazán nem néz ki rosszul. Tehát ahogy ő be tudta mutatni, az hihetetlen poén volt, nekem kifejezetten tetszett. És gondoltam, hogy már próbálom én is. Nem lehet ez olyan nagy vasszis, de az. Úgyhogy el is kezdem. És most megpróbálom nektek bemutatni így néhány pályát. Igen, pontokat, ahogy tanultuk. Lefogjuk az egeret. Nem sikerült eléggé. Igen. Majdnem, még egy vizit lefelé. Oké, okay, most már megy. De basszus, nem is mozdul az egér. Olyan hiperérzékeny. Jó van, na, el is kezdte tölteni. A játékról nagyjából annyit tudok, hogy szinte semmit. Tehát úgy láttam róla bevágásokat, de úgy komolyan pályát végig még nem néztem. Tehát erről a gameplayt még nem néztem, úgyhogy nagy valószínűséggel... Oh! Nagy valószínűséggel nem fogom tudni, hogy merre menjek. Na, nézzük, na, jó volt a tanárom. Azt mondja, hogy az ott egy elsőbségadás kötelező tábla, az meg itt egy stop tábla, ha minden jó. Jó kis éjszaka a munkára. Tehát akkor maradjunk annyiban, hogy én ilyen tábláról nem igazán hallottam még, hogy egy mocsok nagy sárga tábla fehér, ezért, vagy egy fekete hópe helye benne, tehát hogy tűznépe támad, vagy mi lesz ez? Vagy várjunk a macis, hogy ez így van? Mindegy, még nem tartok olyan nagyon, vagy nem csinálom olyan régóta a kereszt, úgyhogy nézzük csak, mik vannak még itt. 50-es tábla, meg gyalogos átkelő. Igazán a zebrát nem látok sehol. Ott egy őr. És itt minek van kirakva egy gyalogos átkelőhely tábla egy híd közepén. Meg kell keresnem a kapcsolatomat. De ki lehet az? Igen, ezt legalább tudom. Úristen! Hogy nézel ki? Nem fejem lenne, zsákot húznék rá. Legalább azt tudom, hogy ez a kapcsolatunk merre van. Itt is van. Biztosan te vagy a vadász. Itt a idegen. Na gyerünk. Persze, tudnod kell, hogy a célpont a benzinkútnál van. Miért kell kinyírni? A lényeg, hogy átrázod néhány nagy fiú. Aha. Most 4 fegyveres zsaru kíséri. Okos dolognak hangzik, főleg ha 10 évet kell lehúznod szeretőként. Sokan szeretnék kicsinálni, de neked ezt tudnod kéne. Hidd el, megkapja, amit kell. A zsarukat gyorsan és messziről nyírt ki, és ne kapjanak el. Aha. Nem probléma. Jó. Végül is nekünk nem a híres vadász kell, ne rohadjunk. Jack sosem mondta, hogy béna lennél. Ha végeztél, menj a szokásos helyre a jutalmadért. A szokásos hely. Jó. Meg kéne keresni a benzinkutat, és gondolom az a híd vége után lesz. Igen. Ott a kocsma. Hello, édes! Mulatunk egy kicsit? Az egér annyira nem érzékeny föl és le, hogy ezt elmondani nem lehet. Jobbra balra viszont gyerekeket is szint... Ilyen... Nem, sosem szerettem a randikat. Rendben, haver. Azért, rendezve. Ó, a benzinkút. Gondolom az ott a piros inges csávó. Hello, édes! Mulatunk egy kicsit? Látom, ma is szeretnéd. Miért nem jössz vissza? Akkor kezdhetnénk egymással valamit. És ezt egymás után hányszor lehet bejátszani? Tehát... De hogy nézel ki? És mi ég a kezében? Bazze! Ennek le van vágva az ujja? Rocker! Hello, édes!
Na jó, tehát eddig két próbálka. Pihegy, kislány, dolgom van. Miért nem jössz vissza? Akkor kezdhetnénk egymással valamit. Aha, jó, jó, hát akkor... Most azt kéne megtudni, hogy... Aha. Aha. Oké, akkor... Most itt vagyok. Tehát akkor most már tudom, hogy... Hogy mik a problémák, amint észrevesznek, abban a pillanatban lelőnek. Hát nem ezzel van a problémám, hanem az, hogy... Hogy igazándiból esélyt sem adtak arra, hogy lőjek. Ez egy kicsit úgy nekifutásból érdekes a sikeredet. Szerintem most minden FPS fan barátom megutált. Biztosan te vagy a vadász. Na gyerünk. Persze, tudnod kell, hogy a célpont a benzinkútnál van. Miért kell kinyírni? A lényeg, hogy átrázott néhány nagy fiút. Igen, ezeket a beszélgetéseket folyamatosan végig kell hallgatni. És ahogy nézem, nem lehet elrontani. Nem a híres vadász kell, ne rontsak el. Én sosem hibázom. Ha végeztél, menj a szokásos helyre a jutalmadért. Oké, hát akkor most megpróbáljuk még egyszer. Azt mondta, meg kell próbálni messziről lelőni. Akkor megpróbálunk körbe menni. Nézzük meg hát, hogy be tudom menni valamelyik ajtón. Azt kéne megtudni, hogy a snipernél mi lehet a lövés. Igen, igen, tehát az egér az annyira érzékeny, hogy a legminimálisabb mozgásra akkorát ugrik, hogy az valami hihetetlen. Úgyhogy ez most olyan, hogy az egér érzékenység le nullára, az egér gördülékenység is le. És igen, és most már tudok picit mozdítani. Jó kis éjszaka a munkára. De most viszont lent megállok ennél az esernyős embernél, hát ez valami hihetetlen, az első pálya. 3 perce után meghalok, tehát ez azért elég gáz. De most itt lent ezt kipróbálom, hogy ez szarba lehet sniper módba kapcsolni. Biztosan te vagy a vadász. Én. Jó. A célpont egy piros inges férfi a benzinkútnál. Több adatra a lényeg, hogy átrázott néhány nagy fiú. Most 4 fegyveres zsaru kíséri. Egy álló. A zsarukat gyorsan és messziről nyírt ki. És ne kapjanak el. Ne félts engem. Végül is nekünk nem a híres vadász kell, ne rontsuk el. Én sosem hibázok. Ha végeztél, menj a szokásos helyre a jutalmadért. Aha, tehát a középső egérgomb. Lerakjuk a puskát, hogy nehogy észrevegyenek. Viszont ahogy néztem, egy lövésből instant kill van. Tehát nem kell attól félni, hogy mit tudom én, véletlenül csak gyomron lőttem, és nem halt bele. Kész van, most irány a kocsim. Aha. Újabb szintet értél el. És most mit csináljuk? Dobjak a tostgolyóval? Nem kellett volna kiírni, hogy... Esetleg valamivel... Történik valami? Aha, itt van. Van egy... Igen, itt a C-ben van a hátizsák, meg minden, tehát a C az inventory. És itt van a pisztolyom. 40-es kaliber. És itt azért elég jól írnak dolgokat le. Na akkor szabad pont 1. Max egészség, arra inkább teszek egy kicsikét. Rám fog férni. A puskát eltesszük, mert... Pisztoly puskát eltesszük.
Na most ez érdekes, hogy ha nyomom a shiftet. Megállni! Ha nyomom a shiftet, akkor nem fut. Oké. Okay. Ó, hogy rohadnál ketté. Jó kis éjszaka a munkára. Igen, na most... Meg kell keresnem a kapcsolatomat. Most nem tudom, hogy... Miért fut folyamatosan? Valami szerintem bekapcsolódott. Ó! Oh! Nem baj. Nem baj, most már tudom, hogy hogyan kell megcsinálni, úgyhogy most már tudunk jumpizni. Most már meg lesz az első pálya. Elnézést itt a bíbelődésért, csak FPS játékkal mostanában nem játszottam. Jaj, de jót roppantam. Mostanában nem játszottam ilyesfajta lövöldözős játékkal, és hát ez egy kicsit érdekesen érint. Basszus, rossz irányba jövök. Viszont azt furcsának találtam, hogy a kedves kollega, akit éppességgel le kellett lőnöm. Jó napot, uram! Ha este van, te nagyon hülye. Ez hülye, bazd meg. Arra vagyok kíváncsi, hogy helye fogy itt az én. Sprintem. Irány a kocsim. Teleportáció hadjárat, igen, hát az azért... Óóó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 
Pisztoly! Na drág. Még egy pisztoly, még egy kis pisztoly. Oké, nekem mindegy. Itt oldalt, itt emlékszem, volt egy pipi. És ilyen távolságra, hogy a szarba tud lelőni, könyörgöm. Jó. Akkor maradunk annál, hogy új játék indítása, easy-n. Ízni, életelőre rakok mindent, tehát ezt nem hiszem el, hogy ott állok vele az ember, érted, és 150 méterű fejest oszt. Ah, Tibi, ezt nem tudom elhinni. Ezt a balfaszkodást, ezt nem hiszem el. Hát most komolyan mondom, szánalmasnak érzem magam, tehát egy Call of Duty-t veteránba tolok, ez meg érted, easy-re kell visszahúznom. Na, most már végre akkor sprintel, amikor én akarom. Ez már egy pozitív dolog. Most már kezdem unni, hogy odaállok, és akkor na most akkor na, és nem na. Lehet, hogy itt nem vesztenék túl sok életet, esetleg nem a hídról ugranék le. De... A célpont egy piros inges férfi a benzinkútnál. Az egyetlen baj, hogy még a színét sem látom annak az ingnek, sőt szerintem ő is ingben van, hanem pólóban. És főleg nem pirosban, hanem feketében. Végül is nekünk nem a híres vadász kell, ne rontjuk el. Jack, sosem mondtam, menj a szokásos helyre a jutalmadért. Jó van, na. Menjük a szokásos helyre, gondolom, majd vissza a kocsihoz. És ezt egyszerűen nem bírom, tehát most még körülbelül kétszer halok meg, és föladom, mert komolyan mondom. Nem hiszem, hogy egy pisztoly lövése ekkora sérülést okozni. Most azon gondolkozom, hogy ez most itt egy ing, az egy mellény. És különben is a póló, amiben van sárga. Ó, az igen! Most irány a kocsim. Igazándiból eddig, mint hogyha több rendőröm lett volna. Nekem több rendőröm lett. A
Azok az esőcsepek egész szépek, tehát nekem kifejezetten tetszik. Pisztoly, pisztoly. Relatív elég kevés sérüléssel megúsztam. Úgyhogy most kevésbé aggódom. Mit? Oda néz, ilyen távolságból képes lőni. Hogy? Oké, meg is vagyunk. Igen, ahogy nézem, az easy volt, kellett nekem ide. Mert mennyi golyó van a pisztolyban? Ah, elég sok. Mennyi pisztoly van a golyóban? Azt szépen megosztottam. Hány golyó van a pisztolyban? Ide jövünk, és ó, meg is van. Jöhet a bevezetés. És nekem is ilyen fejem van. Vezetés közben valamiért hátraléztem. Valaki követett. Igen, rendőrnek hívják. Igen, ezt a videót ezt már láttam. A rendőrnek a fényszórói általában nem így szoktak világítani, hanem így. Általában. Na így meg aztán főleg nem, tehát... Ott van a megbízom. Ezek a fények. 50-es tábla, muszáj volt oda rakni. Azonnal szálljon ki a gépjárműből! És ez... Nincs mit tenni, itt nincs melegvés. Hát ha már kiszállt el a kocsiból öregem, hát akkor már persze, hogy nincs, de... Én azt nem értem most így a szituációt, hogy... Aközben ordította az ember... Aközben kiabált az ember, hogy én megöltem a kocsimmal. És itt a doki mit csinálotta? Úristen, ez rossz helyen nyúkát. Oké, de hogy én ezt miért kaptam, azt nem tudom. És miért volt a doki klónozva? A lázadó. Igen, hát... Oké. Bent vagyunk a börtönbe, és ez egy érdekes naptár, és egy elég érdekes retyúlőke. És interaktív a WC ülők, vagy a WC-nek a fedele. Tehát ez kifejezetten tetszik. Cornflakes. Ez mindig jó jön. A fenébe. Ki kell jutnom innen. Menj a közös terembe, mielőtt szétrugom a segget. Te mit tervezel? Állomverjelek, öcsém csávó? Hülye vagy? Ez búzi volt meg, ez... Jó van, már meghaltam, értem én, na. Vegyél vissza. A fenébe. Ki kell jutnom innen. Csak pazarolod az idődet, haver. Menj a közös terembe. Figyeld is, hogyha nem kezdek el befutni... Menj a közös terembe, mielőtt szétrugom a segget. És ha nem kezdek el befelé futni a terembe, akkor jönnek és ütnek. Szóval téged is elkaptak. Itt mindannyian csak zombik vagyunk. Állj! Meg ne mozduljatok szemetek! Oké, le lett lőve. És most? Húha! Itt láttam, hogy... hát ez eléggé erős fegyver. Aha. Kinyitjuk itt a kapukat, mert mi olyan rendes csávok vagyunk itt. Aha, itt meg... Aha, TV5-nek a... Nem, ez a TV9. Oké. Okay. Azért biztos nem megyek vissza, mert föntről figyeltek. Milyen hülye hangja volt? Hülye vagy te! Dehogy dobom! Egy lövéssel, gyerekek! Halljátok! Ilyenről még nem hallottam, hogy vál lövésbe bele lehet halni, és kíváncsi vagyok valamire. Hogy ez nem ennél van?
Ez biztos, hogy mozgás érdekes. Tetszik, mert legalább meg van próbálva, hogy aha, igen. Itt lehet látni, hogy itt az ajtó előrébb van, mint a kerítés. Ami egyébként nincs, hogy én nem tudom. Aha, szóval onnan lősz. Halljál már meg, hát úristen. Őt abszolút nem érdekli, hogy én itt vagyok. Aha, ez ennyi jó, tehát ez... Ott a fogoly társépenséggel valakit megölt. Igen. Vannak olyan őrök, akiket egy lövésből meg lehet ülni, és van olyan, akit egyszerűen öt lövésből is alig. Oké, megvan a sörétes, tehát ennek már most örülök. Meg vagy te hülyőve. Aha, sotiba van már golyom. Ennek már most örülök. Gomb! Ezek a hangok nem tetszettek. Ez még egy ajtó. Oké, ennek most örülök, hogy easy-n vagyok. Igen, jobbögér gombbal lehet fölvenni a medikittet. Viszont maradok a kispisztolynál, mert a kispisztolyt azért szeretem. Bármennyire nem egy erős fegyver, azért nekem szimpatikus. És arra kéne lemennem, az viszont tudom, hogy merre van. Milyen vérfoltok vannak itt? Özlem az intelligens őr, tehát azért ezt ugye elmondom, tehát hogy igazándiból az összteljesítménye az volt, hogy elkezdett felém szaladni. És nem mint hogyha olyan nagyon gyors lettem volna. És ezek... Én emlékeztem, hogy nem mozdulj, tehát hogy ezek komolyan veszik. De ez azért tényleg nagyon durva, tehát ő föltartott kézzel. Ahogy nézem, pisztolygolyóból annyit lehet gyűjteni, mint a rohadás. És sose fogy el. Igen, itt erre kell jönni, ezt már most látom. Gomb, kieresztetem a robokat. És te miért tartod fel a kezed? Tehát... ezt a halált. Ez milyen kispúrolt, ilyen Tesco gazdaságos halál volt. Snickers. Még egy alma. Itt lehet gyűjteni ilyen kisebb nagyon egész jópofa cuccokat. A hamburger. Apari. Ezt nem akartam esetni. Cornflakes. Napló. Jó, hát az oké, hogy akkor ti nem akartok kijönni. Hát az nem tudok mit csinálni, úgyhogy akkor inkább visszacsuklok titeket. Kolléga elment, de a pisztolyt itt hagyta. Akit itt egyébként le is lőttek. Úgyhogy... Igen, regular lore... én nem tudom, mi van ideírva. Elolvasni igazándiból nem tudom, tehát annyira nem szép. De grafikára panaszt nincs, keres fedezéket. Ez már most nem tetszik. Jaj, Istenem! Nem baj, legalább be tudom mutatni nektek a játékot. Így néhány pályán keresztül, és lehet, hogy ezt folytatni is fogom. Hát én most maradnék a sotinál, ugyanis... Ha már egyszer keres... Ott pedig a kollégát totálisan hidegen hagyta, hogy én lövöldöztem. És ő nagyon, nagyon nyugodtan ment tovább. És most már a pisztolyomban annyi golyó van, hogy szerintem most már nem tudom főszedni. Igen, itt a pisztoly tele van. Nem meneküljél. Ti mivel mostok fogad, srácok?
Vigyázz, haver! A sarok mögött őr áll. Te figyeld, nem azért mondom, de miért nem nyitott ki a szádat? Fel a kezekkel! Le van tartóztatva! Igen, most az őrökkel sok probléma nincs. Tehát relatíve próbálkoznak. Nem túl sok esélye, de... Mert ugye easy-n vagyok. Nincs túl sok esélyük, de legalább megpróbálják. Igen, arról tudtam, ezeket a részeket, ezeket láttam már. Oké. Okay. Ez is megvan. A bugot nem fogom kihasználni. De... Jégyrik, hallott? Miért nézel be a falhoz? Tehát neked nem ott kéne állnod? Én nem értem. Értem, tehát erre nem tudok menni. Akkor kéne keresnem egy ajtót. Ja, igen, ott hittem emellette. Jó, pardon, nem vettem észre. Azért az már patkány a javából. Azt tudom, hát... Tiszteltem, főnök úr! Jobb szintet értél el. És akkor most jön a big like. Maradunk a max egészségnél, az nekem kifejezetten szimpatikus volt. És akkor most jövünk oda, hogy kis pisztoly, mert... Őt abszolút nem érdekli, hogy én lövök rá. Sőt... Azt ott jól látom? Én nem vagyok benne biztos, hogy azt én ott jól láttam. Márpedig de... Ezért elég rendesen eltaláltam a kisfajtást, és... Abszolút nem érdekelte, hogy én szétlőttem a vállát. Pizza, meg kínai kaja. És egy halott társ. Itt a kollégát rohadtul nem bántotta. Próbáld a szellőző aknákat, az kivezet a cellablokból. Na jó, de hol megyek be? Nem hinném, hogy itt kijuthatok. Na jó, de hol a szellőző, te nagyon hülye. Aha. Igen, ide be kéne férnem. Ez oké, és... Aha, értem. Jó, ez nekem most egy kicsit szokatlanra sikeredett. Futni nem tudok, de ugrani igen. Jó, semmi probléma, egészen addig, amíg nem fog itt előmászni valami nekem, vagy valaki. Erről jut eszembe a következő játékom, lehet, hogy egy horror game lesz. Valami ilyen kis aranyoska, nem tudom. Hát mondjuk a fért mondtát nagyon sok... Öcsém! Takarodsz! Ennyi patkány van itt! Istenem, el innen! Shit! Nem is találtam el! Viszont betolunk egy hamburgert, meg az almát, és betoljuk a Snickers-t. Átmenetileg sokkal egészségesebb leszel. Oké, és hajukodunk ki. Újra a szabad levegőn. Végre. Igen. Valaki eljutott ideig, de itt megvan holva, tehát akkor nagy valószínűséggel okkol. Látom, nem erre kell jönnöm. És már megint bekapcsolt az autosprintet. Itt
Túl nagy a csend. Igen, ezért voltak egy shotgunra, mert... Fel a kezek! Ó, gyerekek, fölrobbantottam az autómat, és hárman haltak bele. Nem baj, most már van géppisztolyom. Opa, rézi mi, bocs, tényleg testvére, ennyire durva nem akartam. Az azért vér folyt a köbön, tehát azért egy 2003-as játékról beszélünk, gyerekek, és ez azért nekem egy igazi teljesítmény, tehát... De legalább ezt is tudom, hogyha ilyen van, akkor egyszerűen csak... Ó, van fényem, ilyen... Hát, nem az igazi. Oké, hát egy egész tár erre azért nagyon sok volt. Azért az egy igazi pozorlás. És... Téged már egyszer... Oszta! Téged már egyszer lelőttelek, és... igen, tehát piát nem tudom kivenni. Téged nem kérdeztelek. Gondolom én, hogy erre kell jönnöm, egy számtam. De már megint fogy a HP-m is. Oh! Igen, jó, akkor azt már tudom, hogy adból kell venni. És erre mi van? Semmi? Nem, jó. Ez az autósprint, ez engem nagyon idegesít. Le van tartóztatva. Csak azért, mert börtönbe szökök? Üdös bunkó! Le akarnak tartóztatni, mert börtönbe akarok szökni. Igen, maga az automat az fölrobban, sőt... Itt sörétesje, miért próbálsz meg másfél centire szaladni tőlem? Együnk egy kis cornflakes-t, ez mi? Ez ilyen fájdalomcsillapító. Ez 25 egészségpont, és igazán, mert csutkán vagyok. Igen, ezért volt jó a shotgunra nagyon sok pontot tenni, ugyanis jelenleg is úgy vagyok vele, hogy oké, hogy 100-szor hatékonyabb, mint a kis pisztoly, de vagy 6-szor akkor a távolságról is tisztán lövök vele, tehát... És végre meghalt, tehát... Majdnem belement egy egész tár. Sotinál ez egy lövésből meg lett volna. Ó, mesterlövész puska, végre. Bár relatíve azt... Ó, az igen, öcsém. Találj ki utat. Hát nem kell kétszer mondani, igazándiból a pályák elég rövidek. Legalábbis eddig annak tűnnek. Viszont nekem kifejezetten szimpatikus. Ugyanis nem egy monoton játék, bár mondjuk a kiabálásokban elég debilnek hangzanak. Úgy tűnik, a lázadás ideáig nem jutott el. Le a fegyverrel! És most egy shotgunnal állok vele szembe. Ennek nincs annyi esze, hogy... Figyelj, ez aztán fáziskésés volt. Ott szerintem valaki akart valamit. Ó, azt rohadt! Ó, Tibi! Ú, öcsém, hamarabb ért ki, mint hogy az ajtó kinyit volna. Ú, most már van gránát. Ez nem tudom mi. A hangos pisztolyban ezért tár. Oké, hát ez egy ilyen mindenes szoba, itt aztán tényleg minden megtalálható. Ez nekem most nagyon jól jött.
Erre nem mehetek. Megállni! Meg se kérdezem. Annyira bombaőrök vannak itt néhol, hogy egyszerűen már nem tudom mit kezdjek ezzel. Tehát akkor tudom, hogy arra még bajba fogok kerülni. Újabb szintet értél először, hogy a kis pisztoly nem ér semmit, és miért? Azért köszönöm szépen, hogy rád kellett pocsékolnom ennyit árat, tehát... Ez most ilyen fuck logik, tehát így... Egyszer nyomtam, kétszer csinálta. Milyen szép bögre, rendőr sapka. Egyszer gondoltam rá még gyerekkoromban, hogy föl fogom próbálni. De most valahogy inkább az jut eszembe, hogy inkább szétérteni. Úgy rohadnál meg. Bazd meg! Van menekülés. Aha, tehát egy ilyen lövöldözés közben van egy ilyen töltés, ez mondjuk egy kicsit érdekes. Hát én nem itt hagytam abba. Hát nekem mindegy. Sotiból kezd kifogyni, nagyon csúnyán a golyó, és ennek nem örülök, úgyhogy inkább most pisztolja a hősködők még egy jó nagy sort. Akkor nem hősködünk pisztolyjal, akkor... Oké. Okay. Tényleg nekem van gépfegyverem. Hogy tud így jönni a golyó egy gépfegyverből? Tehát így, hogy nem... Nem egyenesen jön ki a golyó. A police, de elég érdekes szerkóban. Tehát ez így ilyen túlimban kill. Tehát... Egyiket elkezdem lőni, és mind a kettő belehal, de hogy mind a kettő sebződik, az biztos. Igazán nem túl jó ez a fegyver, tehát túl sok egy... Nem mentem sehova, gyere te! Ér valamit, csak annyi, hogy nem túl sokat. Viszont annak kifejezetten örülök, hogy a rendőrök csak onnan jönnek, ahol én be tudok menni. És lőszer után pótlásból azért van, tehát azért... Shores. Ó, anyás! Most már nem cifra dolgot mondtam. Megijesztett. Ide meg blokk. A blokk felé nem tudom menni, úgyhogy... Azt hittem, hogy itt is azért van több választási lehetőség. Oké, okay. Most már meghallhatnátok, miután szépre megcsináltam a falat. Figyelj, de egy zseblámpám már nekem is van. Hova lettél? Ne szaladjál, félsz a zseblámpámtól, vadd be. Oké. Okay. Baj, hogy most már lassan a gépfegyverből is kezd elfogynia.
gépfegyverből is kezd elfogyni a craft. Úgy legalábbis odihoz szereztem pár golyót, hát ez nem sokat. Szóval annyi pedig ittem van most már, hogy egyszer nem tudok valami csinálni. Most sem fogom tudni eltenni mindet. Snickers, meg dekorcukor, meg mit tudom én. Ja, igen, itt azért. Nem. Ennyi patkányt. Bakkereszpia! Dovos sör. Igen, hogyha szittyózunk, akkor vannak ilyen érdekes pillanatok, amikor így a lézerpointer és ezért elkalandozik egymástól. Mert be vagyunk rúgva, és... kicsit lelassan, de visszajön. Oké. Vissza a pisztolyra. Oké. Már vagyunk. Tehát te ilyen helyen laksz, hogy sem, és te miért másztál fel így a dobozokra? Tehát... Mi a? Igen. Igen, tehát itt még van ez a dobozokon csúszkálás mese. Ez ugye ez a sugárzás veszély tábla, ez nem tudom minek az ajtón. Le van tartóztatva. Ez azért egy elég komoly harc lett volna majdnem. Még annak örülök, hogy legalább gyors az egerem. Nem érdekel, érted? Most gyere ki, hallod? Nyissad rám az ajtót! Szevasz! Ne ezzél már! Te hallod! Egyél vissza! Gyere ide! Hallod, bőle kell szórnom másik két tárat, baszki, mire megdöblik! Nem túl intenzív egy fegyver. Úristen! Istenem, itt a helikopter, hát igen, erre egy szót nem szólok. Ennyire azért vad nem voltam. Igen, itt a helikopter. Igen. És mesterlövész puskával ennyi volt. Igen, következő dolog, amit mindenképpen ki akartam próbálni. Igen, vérzik a busz. Viszont nem tudtam megmutatni nektek a helikoptert, ugyanis rájöttem még egy picivel régebben, hogy hogyan lehet megcsinálni. Itt az ideje, hogy felkeressem az ügynökömet, Jacket. Ő talán tudja, mibe keveredtem. Ez nem tudom mi. Ez miből lehet töltény? Jó! És mi ez a gyászzene? Igen, ezt gondolom kis pisztoly volt. És az meg soti? Nem. Nem tudom, de én a pontokat inkább a géppisztolyra teszem, mert ez egészen tetszik. Voltam is, de nem tetszett a tapéta. Jack, kitől kaptad a melót? Egy kicsit furcsa volt. A haverok most nem keveredtek vele. Ki volt a kapcsolat? Kivel találkoztál? Egy bajuszos esernyős pasi volt. A polgármestert is említette. A polgármestert? Akkor többet is tud. Jack, tudod, hogy jussak be a birtokára? Persze, hogy tudom, Dom. De az utcákon banda háború dúl. Ez öngyilkosság. Majd vigyázok magamra. Már máskor is elbántam ezekkel az orosz pankokkal. Rendben. Menj a gettó felé, és indulj a bérházak felé. Oké. És aztán? Mász fel a háztetőkre, és menj a divatos környékre. Ott van a birtoka. Még valami. Azok a mocskok drogot adtak nekem.
Árulnak valami újat mostanában? Állítólag van egy új drog, ami erősebb és halálosabb, mint a PCP. Meglövöm, és igazából meg se hagyja. Jó, hogy te rendőr. Egyébként meg elordítja magát, hogy állj vagy lövök, és már lő. Meg sem mozdultam. Mivel akartál előni? Revo! Nem olyan golyot akarsz! Golyó! Don Dumbledore büszke lenne rám. Istenemre mondom. Nincs más fegyver, csak a Revo. Oké. Kijelentettem gyerekek, hogy jók voltunk. És a Revo egész jó, hát lényegesen jobb, mint a sima kis pisztoly. Mert egész hatásos. Azok is annak tűnik. Oké, hát erre nem tudok jönni, erre sem tudok benézni. Nem hívhatom fel anyut. Anyu, pisztolyan lövöldöznek rám. Nincs kapcsolat. Nem tudom, mit vettem be, de azt nagyon. Ebből golyó lesz. Azt a rohadt! Mindjárt megmondom, hogy milyen a motorszáma. Célozzá, hülye gyereket. Itt nem is kell félnem, hallod? Hát, ezek elfelejtettek célozni, vagy nem tudom. Nézd meg, ilyen távolságból kettő lövést elnyom, és utána is csak éppen hogy csak eltalál. Valamilyen ilyen mit tudom, lából lő, vagy nem tudom. Nézzük is, ott a rendőr, és mellette lövöldöznek, és nem ám, hogy azt is megfogná, vagy valami. Visszamegyek a gumibótra, ez legalább tudom, hogy erős. Állj vagy lövök! Ez... Dobd el a fegyvert! De még ilyen távolságból sem talál el. Csakalom! Vezsinelni! Hát ezeket nem érdekli, hogy én itt verem az ablakot. Egy jó erős gumibottal. Úgyhogy bosszúból most szétlövöm mindegyiknek a fejét. Úzja! Ilyen sakirás tánc halál. Waka waka. Összeesik. Kis pisztolyban nem hiányzik, jó? Aha. Ezt így jól tudni. Gomb, kinyílt egy ajtó. Cigi, az mindig kell. Még egy dologra vagyok igazándiból nagyon kíváncsi, ami nem vagyok benne biztos, hogy az úgy jó. És akkor most akkor dobjak a tosdba, jó van? Amit szokatlannak találok, hogy csöndben halnak meg az emberek. Relatíve beleugrottam egy autóba. Igazándiból ez egy olyan pálya, ahol kis pisztolyon halálnyugodtan végig lehet menni. Gondolom ez csak az easy fognak köszönhető, vagy az easy módnak. Mert... az utcán, jó, hát akkor oké, akkor lehet voltam, mert még fönt volt néhány érdekes ajtó, gondoltam, majd oda benézek, hogyha itt nem történik semmi. Én nem erről jöttem. Ezek nem tudnak célozni, tehát ennek... Ezeknek azért van ott a pisztoly tetején az a kis
cucc, hogy azt nézzék, legalábbis én úgy tudom, hogy azt szokás, de... tehát nem merek eljönni, ez viszont rohadtul ijesztő, tehát ez itt éjjel azért félnék. Ó, az igen, öcsém, az ajtót alig nyitom ki, és a rendőr már sötzével soti vagy gyomron lő. Visszamennyi! De még a rendőr sem talál el, tehát... tehát akkor nem merek eljönni. Több fejbelövést is túlélnek. Várjon, kipróbálom a gránátot. Abszolút nem hatotta meg. Nem, tehát cseppet sem érdekelt azt, hogy én bedobtam neki egy gránátot. Őt meg már igen. Ó, ez a rész, ez ismerős. Oké. Erre kell jönnöm. Le van tartóztatva! Tényleg? Gyere, fölkapja! Viszontlátásra. Ez micsoda? Leugrott egy autóra, hogy Oké, most már azért csak van elegendő töltényem a sotiban. Hát még van 19 golyóm. Nem baj, használjuk a revót, a revó az jó fegyver. Hol a revó? Itt a revó. Ennyi? Ó, hogy rohadnátok meg. Ezt nem hiszem el. Na jó, semmi baj. Valami van. Aha, van ahonnan lőnek. Fogy az élet. Jó, hát... Pedig úgy megnéztem volna, hogy azok az autók merre vannak. Tehát azért úgy bent állok egy keresztűz közepén, és miután megöltem 4 embert, Tibi! Ó, nem áll! És sotiba semmi golyó. Jó, legalább most már tudom, merre kell menni. Jó. Akkor jön a mesterlövész puska. Megállni! Le van tartóztatva! Jó. Most már nem csinálok hülyét magamból, hát... Vegyél vissza! Melkoson lőttem, és nem halt bele. Oké.
fegyvert! Ez az is a gangster, az úgy viselkedik, mint hogy egy rendőr lenne. Papacska! És megvan a mesterlövész is. Ez az esendője, ez remélem, hogy ez a géppisztoly akar lenni. Vagy nem tudom, tehát... Vagy kiderül, hogy ez a gumi volt. Ennyi? Oké, most akkor... Meg kell tudni, hogy ennyi. És megint lelőtt, és felrobbantotta a kocsit mellettem, az Isten áldjon meg, édes fiam. Nem baj, most akkor lenyomunk egy ilyen gigasprintet, nem érdekel, hogy ott lövésben a sotiban. Meghalsz. Nem rakom fő. Kussolsz. Kezdem főhergelni magam. Nem. Nem. Egy. Lőj és most mit csináljak? Dobjak hatost golyóval? Öcsém, mert itt szórakoztak velem. Nem! Hú, vagy gyere ide! Daj, madafaka! Legalább csöndben döglöttél meg. Látjátok, sebbe döglöttem bele. És nem tudom, hol van a mesterlövész. Megvan a mesterlövész. Összetünk sotihoz, mesterlövész puskához. Ah, van mindenhez mindenünk. És hát gondolom, hogy ide kell bejönni ez a legnagyobb és legundorítóbb épület. Ne! Jó, ne haragudjatok, gyerekek, ennyi volt. Pont. Eddig bírtam. Vagy legközelebb, jó? Tehát most úgy. Fuck. Csak ennyit tudok rá mondani. Úgyhogy nyomok egy olyat, hogy játékmentése, és akkor... Remélhetőleg most el van mentve. Az utcán. Hol máshol, úgyhogy egy kicsit nekem nyugodnom kell, aztán majd folytatom. De nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztetek. Ha tetszett a videó, lájkoljátok mindenképpen, valamint hogyha eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. Megint megláttak, pedig nem élek. Na mindegy. Úgyhogy igazán most semmi más. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek. Na, sziasztok!